Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a következő pár percben a földrengések lesznek a fókuszban. Nagy tisztelettel köszöntöm a vonal túlsó végén Tóth Lászlót, szeizmológust. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Két hírrel kapcsolatban kerestük meg, egyrészt ugye Balit és Jáva szigetét rázta meg egy nagy erejű földrengés az elmúlt napokban, aztán szeretném majd Magyarországról is kérdezni, de először még itt ennél a földrengésnél, ugye érdekes módon én azt olvastam erről a hírről, hogy nem történt szerencsés módon, tehát személyi sérülés, viszont nagy volt ez a földrengés. Szeizmológusként ezt hogyan tudná megvilágítani nekünk, mekkora volt ez a földrengés tél, mert hogy néhol azt lehetett olvasni a szalagcímekben, hogy brutális erejű volt. Ez így van? Hát igen, tulajdonképpen a hatosnál nagyobb magnitudói földrengések azok már brutális erejűek, de nem ritka azért a 7-es, 8-as magnitudójú földrengés sem ebben a térségben. Szerencsére ezeknek a földrengéseknek a jelentős része azért nem lesz katasztrófa, pontosan azért, mert nem csak a földrengés erőssége, hanem annak az epicentrum, hipocentrum elhelyezkedése és millió dolog befolyásolja azt, hogy egy földrengés az csak egy természeti jelenség lesz, vagy pedig katasztrófa. De általában a hírekben akkor hallunk egy földrengésről, hogyha katasztrófa vagy valami súlyos következménye van. A szeizmológusok egy kicsit más szemmel nézik ezt. A 6-os magnitudójú földrengés, amit mondtam, már nagyon erős földrengés, átlagosan majdnem minden nap van a világon valahol. Szerencsére még egyszer nagyon kis részükből lesz katasztrófa. Így van, ugye a legutóbbi ilyen nagyon nagy erejű földrengés, amiről nagyon sokat is beszélt, illetve nyilván sokat foglalkozott vele a média, az a törökországi földrengés volt, hiszen rendkívül sok áldozatot szedett az a földrengés, és rendkívül nagy anyagi kárral is járt. Tehát, hogy az a kérdés itt, hogy mennyire tudják például a szakemberek ezeket előre jelezni, nyilván, hogy a laikus emberekben ilyenkor mindig fölmerül az a kérdés, hogy hát már olyan fejlett technológiával rendelkezünk nagyon sok területen, hogy nem lehet ezt előre látni. Sajnos rossz hírt tudok ebből a szempontból mondani, mert a földrengéseket határozottan előre jelezni senki a világon nem képes, nem tudja, bármilyen fejlett mérési technika is áll rendelkezésére, és úgy tűnik, hogy ez a közeljövőben nem is oldódik meg ez a probléma. Úgyhogy más irányból kell ezt megközelíteni, a földrengés elleni védekezést, mert igazából azt tudjuk, hogy hol vannak nagy földrengések, hol, milyen gyakorisággal, ugye ez nem egy konkrét előrejelzés, de mégis statisztikusan azért lehet tudni, hogy melyek a Földön a földrengés veszélyes területek, illetve egy-egy terület mennyire földrengés veszélyes. És ha ott megfelelően építkezünk, akkor nagyon lecsökkennek ezek a földrengés károk. Sajnos azt lehet látni, hogy a világnak a szegényebb, fejletlenebb részén fordulnak elő ilyen sok tízezer áldozatot követelő földrengések. Nem azért, mert fizikailag itt vannak a legnagyobb földrengések, hanem azért is, mert itt nem tudnak erre megfelelően költeni, nem tudnak. Hát Törökországban is nagyon rossz minőségű épületek, hát láthattuk a helyszíni felvételeken, hogy mennyire rossz minőségű épületek voltak. Magyarországon egyébként kell erre figyelni? Hát a földrengés elleni méretezés, védekezés az Magyarországon az Európai Unió tagjaiként kötelező. Tehát az szabvány van arra, hogy bármely épületet hogy kell méretezni. A földrengés ellen úgy kell méretezni egy épületet, hogy ne dőljön össze, tehát ne okozzon ilyen súlyos emberi áldozatokat. Tehát ezt akarjuk elkerülni, nem azt, hogy ne lehessen egy repedés egy házban. Persze lehet, csak ne okozzon ez nagyon súlyos kárt. Tehát elsősorban azért Magyarországon
Ez nem annyira nehéz, mert az itten a földrengés várhatóság az messze-messze alacsonyabb, mint a világ nagyon földrengéses területein. Ugyanakkor van időről időre Magyarországon is van földrengés, összességében nem is kevés, tehát műszeresen tulajdonképpen 500 körüli földrengést mérünk már évente. És ugye most a múlt héten, vagy pár nappal ezelőtt foglalkoztatta is a magyar közvéleményt a földrengések kérdése, ugyanis Szarvas környékén több tucatnyi földrengést észleltek, ilyen kisebb földrengéseket. Mekkorák voltak ezek? Ezek azért már emberi léptékkel érezhetőek voltak, vagy csak a műszerek által érzékelték őket? Hát részben. Tulajdonképpen 100-nál több földrengést észleltünk mi a műszeres hálózattal. Ezek között nagyon sok, persze ilyen egyes, kettes magnitúdójú földrengés volt, ami nem érezhető, de volt egy tucatnyi olyan, ami már érezhető volt, és 3-4 olyan is volt, amelyik 4-esnél nagyobb magnitúdójú volt. Ezek már olyan földrengések, amik akár kisebb épületkárokat okoznak. Még egyszer, az épületkár mértéke az nagy mértékben függ attól is, hogy milyen minőségű egy épület. Tehát de gyengébb régi épületben okozhattak ezek a földrengések már károkat. Itt a magyar földrengésekkel kapcsolatban felmerült az a felvetés, hogy lehet-e ez emberi tevékenységnek a következménye. Egyáltalán van ilyen, hogy van olyan emberi tevékenység, amely kiválthat földrengéseket? Igen, egész sok ilyen emberi tevékenység van. Ugye már a múlt század elején megfigyeltek olyan bányászati tevékenységeket, ami után földrengéseket mértek vagy észleltek. Manapság is lehet látni, ha valaki egy ilyen földrengés térképre néz, például a földrengés.hu oldalon, hogy Katowice, Osztrava környékén rendkívül sok földrengés van, ugye ez Csehország, Lengyelország határa. És ennek nem az az oka, hogy itt tektonikai mozgások vannak, hanem az ottani nagyon intenzív bánya tevékenység. Aztán újabb tevékenységek közül ezek a rétegrepesztések, amik rendkívül kényesek földrengés szempontból, tehát amikor stimulálják a szénhidrogén kitermelést gáz vagy olaj kutakban. Tehát ez azt jelenti, hogy nagy mennyiségű, nagy nyomású folyadékot, vizet préselnek be azért, hogy hát jobban kitermeljék ezeket a szénhidrogéneket. De ezt megfigyelték eleinte az Egyesült Államokban, aztán újabban már Európában is, hogy ezek is földrengéseket tudnak kelteni. És még egy ilyen tevékenység például a geotermikus kutaknak a létrehozása. Ugye nem arról beszélünk, amikor valaki fúr egy kutat és egy hőszivattyúval abból kiveszi a vizet, hanem úgy képzeljük el, hogy bizonyos távolságra van egymástól két kút, két mély fúrás, hogy ezek 1000 méteres nagyságrendű mélységű lyukak, és ezt nagy nyomással összerepesztik, tehát és mint egy hőcserélő, egyiken benyomják a hideg vizet, a másikon meg kijön a meleg víz. Tehát ezek a típusú rétegrepesztések tulajdonképpen földrengések. Hát ugye a földrengés az fizikailag nem más, mint a földkéregben egy törés. Tehát amikor valaki rétegrepesztést végez az előbb említett célból, akkor tulajdonképpen tudatosan földrengést kelt. És az a kérdés, hogy mekkora lesz ez a földrengés. Ugye jó esetben ezek annyira kicsik, hogy ténylegesen csak nagyon érzékeny hálózattal mérhető. De néha nem. Tehát egy Európában sok olyan példa volt már, Hollandiától Spanyolországig, Olaszország, Svájc, amikor károkat okozó földrengések keletkeztek ilyenkor. Most ezeket hívjuk indukált földrengéseknek, tehát a valamilyen emberi tevékenység hozta létre, aminek tulajdonképpen az egyik formája az, hogy olyan helyen lesz földrengés, ahol soha nem volt. Vagy pedig ezek inicializált, triggerelt földrengések, tehát ahol tektonikailag is van feszültség a földkéregben,
és ez pedig elindítja ezt a törési folyamatot. Mi azt Magyarországra gondoljuk, szorítkozva, hogy igen. Mind a térbeli, mind az időbeli, vagy magnitudóbeli elosztás ennek a száznál több földrengésnek, ami Szarvas, Mezőberény, Kondoros térségben volt, hogy nem zárható ki, hogy a közelben ott vannak ilyen műveletek, hogy ez összekapcsolható. Igen, pont ezt akartam kérdezni, mi a véleménye itt magyarországi földrengésekkel kapcsolatban, történhetett-e ilyen. Egyébként ilyenkor mi az eljárás, hogyha sejtenek egy ilyet emögött, akkor vizsgálatok kezdődnek, hogy lehet-e ebben a térségben mondjuk olyan tevékenységet folytatni, ami kiválthat ilyet, vagy be vannak már sorolva például a Magyarországnak a területei, hogy mik azok, amik picit veszélyeztetettebbek mondjuk, és ott nem lehetne ilyen tevékenységet folytatni? Nem, ugye ilyen tevékenységet mindenütt lehet folytatni megfelelő körültekintéssel. Ugye a megfelelő körültekintés azt jelenti, hogy nagyon érzékeny eszközökkel monitorozzák, mérik a tevékenység közben, hogy mekkora földrengések keletkeznek, és amikor ez egy előre meghatározott értéken túlmegy, akkor visszafogják ezt a repesztést. Ugye ez tulajdonképpen a jó mérnöki gyakorlat Európában, Amerikában is. Hát valószínűleg Magyarországon még nem volt olyan példa, amikor egyértelműen ezt be lehetett volna bizonyítani, és ezért, hát úgy mondanám, hogy elhanyagolják ezt egy kicsit, ez az érzés. Na. Tehát egyértelműen valószínűleg soha nem fogjuk tudni bebizonyítani se pró, se kontra, hogy triggerelte-e az a tevékenység, ezt a földrengést, mert maga a földrengés során felszabadult energia az összességében több, mint amit egy ilyen emberi tevékenység okoz, de még egyszer, ha a meglévő tektonikai feszültség felszabadulását ez elindította, akkor beszélünk ilyen triggerelt földrengésről. Tóth László szeizmológus volt a vendégünk, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon szívesen, viszonthallásra. Folytatjuk adásunkat a földrengésekkel kapcsolatban, főleg amelyek Magyarországot érintették. Körülbelül 99 ilyen földrengést azonosítottak Szarvas és több terület környékén. Erről fogom kérdezni a következő percekben Aszódi Attilát, egyetemi tanárt, a BM-ről. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugye ön szólalt meg ezzel kapcsolatban, ezekkel a földrengésekkel kapcsolatban, amelyet hát aztán nagyon ügyesen a média ki is domborított, hogy itt vizsgálatot kellene indítani, ugyanis benne lehet a pakliban az, hogy emberi tevékenység folyománya miatt került sor ezekre a földrengésekre. És most az előbb beszéltem Tóth László szeizmológussal, egyébként ő is úgy gondolja, hogy abszolút lehet ilyen emberi tevékenység a hátterében. Amikor erről beszélünk, akkor pontosan milyen tevékenységekre kell gondolni? Hát ugye itt arról van szó, hogy Szarvas, Kondoros, Mezőberény és Nyoma-Endrőd települések által bezárt négyszög alakú területen pattant ki kb. 100 darab földrengés egy hét alatt, és ezeknek a területi eloszlása és mélységi eloszlása, illetve a nagysága kelt gyanút, nem igazán szokott ilyen eloszlásban földrengés lenni Magyarországon. Ugyanakkor tudjuk azt a nagyvilágból, hogy számos projektnél, amelyek beavatkoztak a földkérekbe, történtek olyan események, amik a térképen hagyott jelük vagy nyomuk alapján arra emlékeztetnek, amit itt is látunk. Milyen projektek? Tehát általában olyan dolgokról van szó, ami a földkirekben ezeknek az ott lévő feszültségeknek a kipattanásához tudnak hozzájárulni. Például ilyen tud lenni kutaknak a mélyítése, víznek vagy valamilyen más közegnek, akár gázoknak, folyadékoknak lepréselése mélyebb rétegekbe. Akár azért, hogy ott tárolják őket, akár azért, hogy úgynevezett rétegrepesztést hajtsanak végre. Ugye a nem konvencionális szénhidrogén kitermelésnél ez egy szokásos technológia most már jó pár éve, hogy mesterséges módon hoznak létre
repedéseket a földkérekben, hogy a kúthoz el tudjon áramolni a mélyben lévő szénhidrogén, és ilyenkor is ki tud pattanni földrengés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy ilyenkor nem arról van szó, hogy az emberi beavatkozás okozza magát a földrengést, hanem gyakorlatilag triggereli, tehát korábban a földkerekben felgyülemlett feszültségek hatására pattan, vagy korábban a földkerekben felhalmozódott feszültségek sütődnek ki akkor, amikor valamilyen emberi beavatkozás következtében ezek a földrengések kiváltódnak. A másik lehetőség, tehát a szénhidrogén kitermelés mellett például tipikusan a geotermikus energiát hasznosító kutaknak a létesítése, ezekhez kapcsolódó műveletek válthatnak ki olyan hatásokat, amelyek elvezethetnek ilyen ilyen kipattanó földrengésekhez. Hangsúlyozni kell, hogy én nem azt állítom, nem azt mondjuk itt, hogy egészen biztosan ez az ok, csak azt látjuk, hogy furcsa eloszlásban pattantak ki ezek a földrengések, és az a dolog mindenképpen vizsgálatot igényel, mert hogy akkor járunk el gondosan, hogyha utána járunk egy ilyen eseménynek, és hogyha úgy történnek ezek az emberi beavatkozások, hogy előre gondolunk ilyesmire, és nyomon követjük mindazt, amit a természet válaszol az emberi beavatkozásra. Ha elindulna egy ilyen vizsgálat Magyarországon, itt az említett területen, akkor mit lehet várni egy ilyen vizsgálati eredménytől? Tehát ha kiderül, hogy valóban voltak olyan tevékenységek, amelyek triggerelték ezt a területet, akkor ezeket ilyenkor beszüntetik, vagy büntetésekre lehet számítani? Tehát mit várjunk egy ilyen vizsgálattól? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és köszönöm, hogy ezt megkérdezi. Itt nem az a lényeg, hogy bárkit is meg kellene büntetni, vagy el kellene marasztalni. Itt az a lényeg, hogy ezek a rengések, ezek hatást gyakorolhatnak az ember által épített infrastruktúrára, és ennek következtében károk keletkezhetnek, amit szeretnénk nyilván elkerülni. Tehát a nagyvilágban, ha körülnézünk, akár a szénhidrogén kitermelésnél, akár a geotermikus energia hasznosításnál, nagyon sok esetben erre előre gondolnak, és olyan monitoring rendszert, olyan megfigyelő rendszert telepítenek, amellyel megfelelő időben lehet érzékelni, hogyha ez jelentős hatást gyakorolhat a környezetre, és adott esetben mondjuk nem folytatják tovább azt a tevékenységet, vagy módosítanak a beavatkozási területen, odébb viszik adott esetben a létesítményt. Tehát, hogyha monitorozunk, ha mérünk, és vannak mondjuk modellek, ami alapján meg lehet becsülni, hogy milyen következmények lehetnek, akkor van a kezünkben egy eszközrendszer, amivel be tudunk avatkozni. Példát is tudok mondani, ezt ugye a cikkben is leírtam, Bázelben, Svájcban telepítettek egy ilyen geotermikus energiahasznosító rendszert, ahol feltételezték azt, hogy esetleg kipattanhatnak a beavatkozás hatására földrengések. Több száz évvel ezelőtt ezen a területen volt egy nagy földrengés, ami ott az akkori Bázel városát részben lerombolta. Nyilván nem akarták, hogy egy sűrűn lakott területen ilyen földrengés újra kipattanjon, úgyhogy telepítettek egy mérőrendszert, és azzal figyelték, hogy mi történik, és bizony, ahogy elkezdték a mély rétegekbe az injektálást, elkezdődtek a földrengések, és aztán utána néhány hónap alatt több mint 10 000 kis földrengés pattantott ki, és ez alapján arra a döntésre jutottak, hogy ezt a rendszert ott nem szabad megvalósítani, mert nagyobb lehet a kár az emberi infrastruktúrában, az ember által épített infrastruktúrában, mint a haszon, amivel ez a projekt kecsegtetett. Tehát ezért kell megérteni, hogy mi van a háttérben, ehhez vizsgálatok kellenek, és hogyha kellő gondossággal eljárva a megfelelő monitoring rendszer az ilyen beavatkozásoknál működik, akkor ezekre a kérdésekre nagyobb biztonsággal lehet válaszolni, és meg lehet óvni az emberi infrastruktúra, ember által épített infrastruktúra esetleges sérülését.
hogy meg lehet attól óvni az embereket, illetve ezt az infrastruktúrát. Az ön által írt hétfői cikkre egyébként szerdán, tehát tegnap reagált a Kövesliget Iradó Szeizmológiai Obszervatórium, és ők azt mondták, hogy minimális a valószínűsége, hogy ipari tevékenység válthatta ki a Szarvas környéki földrengéseket. Ezt a fészek mélységgel indokolták meg, hogy másnak kéne lenni a fészek mélységének, ezeknek a rengéseknek. Egyébként felmerül bennem a kérdést, hogy miért kell ezt ilyen gyorsan elvetni, ezt a lehetőséget, anélkül, hogy valóban vizsgálatok történnének. Ön ezt a reakciót minek tudja be? Nem örülök a gyors reakciónak. Annak örülök, hogy rengeteg kérdés merült fel, és én is számos reakciót kaptam, elindult egy diskurzus. Én nem gondolom, hogy vizsgálatok nélkül ezt a kérdést le lehet zárni, ha csak ezek az előbb említett projektek, amik ott a térségben zajlanak, elő nem tudnak venni olyan készmérési eredményeket, amire alapozva a probléma felvetést az ténylegesen vissza lehet utasítani. Hogyha csak elméleti fejtegetések jönnek szembe, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem tartom megfelelőnek, nem tartom kellően gondosnak ezt a reakciót. Itt vizsgálatokra és mérésekre van szükség. Még egyszer mondom, hogyha ezeknél a beavatkozásoknál voltak részletes mérések, és ezeknek a véréseknek az eredményeit prezentálva mondja egy szereplő azt, hogy elvethető ez a felvetés, akkor azt mondom, hogy ez rendben van, de csak így önmagában elvi alapon, a mélységre alapozva nehezen tudom ezt elképzelni. Már csak azért is, mert ugye a fészek mélysége ezeknek a földrengéseknek 6 és 20 kilométer között volt, ezért nevezzük ezeket sekély rengéseknek, és például szénhidrogén kitermelésre irányuló beavatkozás nem pont ezen a területen, de nem túl messze innen történik, ahol a célzott mélység 4 kilométer. Itt a távolság már nem olyan nagyon nagy. Tehát igenis, szerintem ez a kérdés, ez vizsgálatokat igényel egyrésztről, másrésztről pedig, ahogy a szakirodalom ezt leírja, a komoly nemzetközi projektekben eleve már a fúrás, illetve a beavatkozás közben folyamatosan monitorozzák az érintett területet. Azt gondolom, hogy Magyarország is egy olyan fejlett hely, ahol a fejlett technológiákat lehet és kell alkalmazni. Ha a tudomány ma ott tart, hogy online folyamatosan lehet monitorozni, akkor ezt itt is meg lehet tenni ezeknél a projekteknél. Éppen azért, hogy a területen élőket, a vagyonukat, a házaikat, azokat nagy valószínűséggel meg lehessen óvni az ilyen esetleges káros hatásoktól. Na hát akkor már itt is van egy vitapont az obszervatóriummal, mert ők azt nyilatkozták, hogy 10-20 kilométer mélység között volt ezeknek a földrengésnek a fészek mélysége, ön azt hiszem 6-7 kilométert mondott, de azért jó, hogy erről lehet beszélni, mert akkor ezeket a kérdéseket is lehet tisztázni. És a másik, ami még ugye szokta igen, érdekel... Egy pillanatot engedjen meg, csak hogy egy dolgot hadd mondjak, hogy szerencsére ezzel kapcsolatban vannak nyilvános adatok. Tehát az én cikkemben hivatkozom is azt a weboldalt, ahol hozzáférhetőek ezek a mérési eredmények, meg vannak határozva ezeknek a rengéseknek a fészek mélységei, elérhetőek ezen a magyarországi oldalon, bárki megnézheti, hogy a mérések azok mit mutattak. Itt egyértelműen lehet látni, hogy 6 kilométer mélyen, 7 kilométer mélyen, 8 kilométer mélyen bőségesen vannak földrengések. Tehát szó nincsen arról, hogy csak 20 kilométeren, vagy 10 és 20 kilométer mélység között lennének. Itt vannak 6, 7 és 8 kilométer mélységben meghatározott rengések ebben az időszakban, amiről beszélünk. A másik, amit még akartam kérdezni, ami ugye az embereket ilyenkor mindig szokta foglalkoztatni, ha földrengésről van szó, hogy mennyire veszélyes ez a meglévő egységekre, és itt ugye az atom szokott a legnagyobb félelmet kelteni, az atomenergia, vagy az atomerőművekre mennyire veszélyes egy ilyen földrengés, mennyire tudják ezt előre akár jelezni, hogy ott jobban kell akkor figyelni, hogyan vannak ezek megépítve, mi a helyzet Magyarországon?
Rendben, ez is nagyon-nagyon jó kérdés. Hadd válaszolom ketté, és először nem az atomerőműről beszélek, de utána visszatérek az atomerőmű kérdésére is. Tehát azt fontos itt rögzíteni, hogy a híradások szerint nincsenek most itt a 100 darab földrengés kapcsán ott a régióban Szarvaskondoros környékén épületkárok. Ez önmagában egy pozitív dolog. De pontosan azért is fontos az a monitoring és a mérések, amiket az előbb említettem, mert így lehet minimalizálni annak a kockázatát, hogy esetleg, hogyha tényleg emberi tevékenység okozta ezeket a rengéseket, vagy váltotta ki, triggerelte őket, és a továbbiakban is ez még meg ismétlődik, akkor ilyen értelemben el lehessen kerülni ilyen épületkárokat. Szerencsére olyan volt a frekvenciája, és olyan rövidségűek voltak ezek a rengések, hogy az épületek azok nem károsodtak érdemben, ezt most így tudjuk. Na most az atomerőmű kérdése nyilván még több embert érint, nem csak azokat, vagy nem érdekel, nem csak azokat, akik ott a Kondoros környékén laknak. Ezzel kapcsolatban egyrészt az a helyzet, hogy szemben a legtöbb polgári létesítménnyel, családi házzal, amelyeket nem méreteznek földrengésre, az atomerőművet méretezni kell földrengésre, és méretezik is földrengésre. A Paksi atomerőmű mostani blokkjait úgy alakították ki, úgy erősítették meg, hogy a 10 000 évente visszatérő földrengésnek a hatásait kibírják, anélkül, hogy károsodnának, és hogy a környezetre ezáltal veszélyt jelentenének. Az új atomerőmű blokkokkal szemben az az elvárás, hogy még szigorúbb feltételek mellett a 100 000 évente visszatérő nagy földrengésnek a hatásait is bírják ki, anélkül, hogy a technológia tönkre menne. Tehát erre eleve méretezik az atomerőművet. A másik dolog, ami tudni érdemes, hogy annak érdekében, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi az a 10 000 évente vagy 100 000 évente visszatérő földrengés, hogy mekkora annak az erőssége, mennyire rázza meg a létesítményt, és milyen egyéb hatásai lehetnek, erre vonatkozóan nem irodalomból dolgoznak a szakemberek, hanem egy nagyon részletes vizsgálati program zajlott 2014-2015 magasságában, amikor az új blokkoknak a telephelyét részletesen vizsgálva állapították meg a geológus, geofizikus szakemberek, hogy mi az a földrengés nagyság, ami erre a területre ezzel a nagyon nagy 100 000 éves visszatérési idővel jellemző, és ez a tervezési inputja az új blokkoknak erre a földrengésre kell méretezni, és így megépíteni a blokkokat. Tehát szó nincsen arról, hogy az atomerőmű esetén ne gondolnának a szakemberek a földrengésre. Ez egy úgynevezett külső veszélyeztető tényező, és mint ahogy méretezik arra, hogy az extrém hideget, vagy az extrém meleget, a nagyon nagy mennyiségű csapadékot, vagy nagyon erős szelet kibírja anélkül, hogy a létesítmény károsodna, ugyanígy a földrengés is egy olyan külső veszélyeztető tényező, ami az előbb elmondott módszerek alapján figyelembevételre kerül a tervezés során. Többek között ezért olyan masszív vasbeton épületről van szó, ezért vannak a technológiai berendezések megerősítve, falakhoz rögzítve, de ez a tervezésnek egy nagyon fontos szempontja. Hát figyelni fogjuk akkor a híreket, és kíváncsian várjuk, hogy elindul-e vajon egy vizsgálat ezzel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és beszélhettünk itt is erről. A Szódi Attila, a BME egyetemi tanára volt a vendégem. Én is köszönöm a beszélgetést.